Üdvözlök mindenkit! A második rajzfeladatunk a képernyőn látható. Ezt az egyszerű rajzot fogjuk elkészíteni. Itt a hangsúly a kör, körívek, egyenesekkel való meccése hozásán lesz, hiszen nagyon fontos, hogy az ívek mindig érintő folytonosan kapcsolódjanak az egyenes rajzelemekhez a legtöbb esetben. Kezdjünk is neki a munkának. A kezdő geometriai elemünk egy 20x112 egység hosszú téglatest lesz. Többször vissza fogunk jönni az ábrához, hogy lássuk, hogyan haladunk a szerkesztés közben. Hozzunk létre fóliákat. Létrehozunk egy kontúr fóliát zöld színnel a kontúr vonalaknak, egy tengely fóliát sárga színnel a tengelyvonalaknak, a vonaltípus pedig legyen a pontvonal 2-t. Jó, betöltöttük, kiválasztjuk, rendben van, és a méretezéshez egy méret nevű fóliát készítünk, a színe pedig legyen világos kék, a zöld, azaz a kontúr fória legyen az aktuális. Tehát hozzunk létre egy téglatestet, téglatest parancs, méretek, 20x112, utána megadjuk, hogy a klikkelésünk körül, ugye melyik negyedbe helyezz el, ez most lényegtelen. Tehát megvan az alap geometriai elemünk. Látható, hogy ez a tégla lap le van kerekítve felül és alul. Az, hogy ez pontosan mekkora kör, az látható, hiszen a kör átmérője 20 rajzi egység, ezt mindjárt ki fogjuk szerkeszteni, valamint azt is látjuk, hogy van 3 furat ezen az építőelemen, aminek az átmérője 10 rajzi egység, tehát mindegyik furat átmérője 10 rajzi egység, és az alap rajz elemünkön belül a keskenyebbik oldalaktól befele 15 rajzi egységre helyezkednek el. Szerkesszük most ki ezt a két belső furatot. Válasszuk ki a kör parancsot, ezen belül pedig az érintő paraméter listával fogjuk létrehozni a kört. Megadjuk az egyik érintési pontot, a másodikat és a harmadikat. Kapunk egy kört. Ezt megismételjük a fenti lapoknál. 1, 2, 3. Tehát 3 oldalra klikkelünk, és egy olyan kör jön létre, amely ezeket az oldalakat egy-egy pontban érinteni fogja. Metszük le a nem szükséges egyeneseket, vonalakat, de mielőtt ezt megtennénk, rajzoljunk egy segédegyenest, ami pontosan 20 egység hosszú lesz. Vonalparancs, és fölül klikkelem ezt a két pont által meghatározott egyenest. Kaptunk ugye egy új rajzelemet. Ezt toljuk el 15 rajzi egységgel befele, most a képernyőnk X-tengelyéhez viszonyítva lefele, hiszen ez fogja kijelölni a belső kör középpontját. Párhuzamos parancs, 15 rajzi egység, és betoljuk. Ez egy segédegyenes lesz, később fogjuk felhasználni. Most már lemetszhetjük a nem szükséges egyenes darabkákat, kijelölöm a kört, Enterrel a kijelölést lezárom, és ami nem kell, azt levágom. Ezután kijelölöm a két hosszabbik oldalt, majd levágom a kör
felesleges részét. Ugyanezt megteszem a lenti körnél, majd kivágom ugye a felesleges egyenes darabokat. Ide kell rajzolnunk egy kört, aminek az átmérője 10 rajzi egység, tehát egy olyan kört rajzolunk, aminek a kör közepe ennek a segédegyenesnek a felező pontja lesz, a sugara pedig 5 rajzi egység. Erre az egyenesre már nem is lesz szükség. Ezt a kört tükrözni tudjuk, hiszen nem kell akkor alul újra kiszerkesztenünk, TU, és a hosszabbik oldalak felező pontját felhasználva le fogjuk tükrözni a kört. Már is elkészült a rajzunknak a nagyobbik része. Nézzük meg, hogy mi van még hátra. Látható, hogy középen is el van helyezve egy fulat, egy lekerekített lemezzel együtt, lemezrészsel együtt, ami ugyanúgy 20 egység széles, mint a hosszabbik oldalak lekerekítésénél, ahogyan kiszerkesztettük ugye a lekerekítéseket. Azt is látjuk, hogy ugye a hosszabbik oldalak felező pontját összekötő tengelyre szimmetrikus objektumról van szó, tehát ki tudjuk szerkeszteni. Egyetlen egy fontos adat kell, hogy a szerkesztést el tudjuk végezni, mégpedig azt, hogy ez a pont, ami itt látható a mutatónál, milyen messze van az egyik hosszabbik oldaltól. Látszik, hogy az első oldalhoz képest ez 42 rajzi egységre helyezkedik el. Tehát ki kell szerkesztenünk ezt a vonalat, utána tulajdonképpen meg kell ismételnünk azt a szerkesztést, amit előbb végrehajtottunk. Ezt csináljuk is akkor meg. Párhuzamost húzunk az egyik hosszabbik oldallal, a jobb oldalival pontosabban. 45 rajzi egységre helyezkedik el. Megkaptuk. Most célszerű behúzni egy segédegyenest, ami ugye kijelöli a szerkesztéshez szükséges pontot, mert azt tudjuk, hogy ehhez az egyeneshez képest fölfele és lefele 10-10 egységgel kell ezt a tengelyvonalat úgymond eltolnunk. Párhuzamos parancs. 10 rajzi egység az eltolás, ráklikkelünk fölfele és lefele. Kiszerkesztettük a középső elem főbb méreteit. Ezután ugye itt is 15 egységre befele fölveszünk egy segédegyenest. Ezt az oldalt most itt meccésbe hozom. És így fogom eltolni, kijelölöm, eltoltam befele, és már is Ctrl-Shift-C-vel átmásolhatom ide ezt a kört. A lekerekítés kell kiszerkeszteni az érintő-érintő funkcióval, már is megvan. Levágom a felesleges részeket. Nagyszerű. És igazándiból annyi van hátra, hogy itt belül a sarkoknál egy 2 egység sugarú körrel le kell kerekítenem az éleket. Ha most ide betennék egy lekerekítő ívet, az elmetszené ezt az egyenest, és tulajdonképpen ki is törölné a lekerekítésen túllévő részét. Ez nekünk nem felel meg, ezért most a megtörés parancssal fogom megtörni egy pontban az egyenest, kiválasztom megtörés pontban, egyenes kijelölve, itt legyen megtörve, még egyszer kiadom, egyenes, itt legyen megtörve. Tehát van egy középső szakaszom, 3 része törtem a hosszú egyenest. Ezután jön a lekerekítés parancs,
LK lekerekít. A sugár nulla, ezt írjuk át kettőre, és adjuk meg az éleket. Elkészült. Ugye látszik, hogy eltörte az egyenest. Ebben az esetben kitörlődött volna az egész szakaszom lenti része, ha nem törtem volna meg a meccéspontokban az oldalt. Ismételjük meg a lépést a lenti éleknél. Elkészült a lekerekítés, kitörlöm a felesleges egyenest, és tulajdonképpen elkészültünk a rajzelemmel. Most már csak a tengelyeket kell elkészítenünk. Válasszuk ki a tengelyfóliát, vonal, szerkesszük meg, tengely, rendben van, jelöljük ki, jobb klik, tulajdonságok, a vonaltípus léptéke legyen 0,3, hogy valami látszódjon, valamint a hosszabbítással egy kicsit toljuk túl a kontúr vonalakon a tengely vonalakat. Egyik, másik egyenes végpontokkal klikkeljünk, így gyönyörű szépen elkészült, ezt másoljuk Ctrl-Shift-C-vel a vágólapra, másoljuk le, itt a középre is, hát hosszabbítjuk meg az egyik tengelyt, a vízszintes tengelyt, hiszen itt már szimmetria tengelyről is szó van, elérés parancsal egyrészt elérem, másrészt a hosszabbítás deltával meg fogom növelni a hosszát, egyszer, ide is klikkelünk, még egyszer, és tulajdonképpen elkészültünk a rajzunkkal. Nincsen más hátra, mint hogy föl kell méreteznünk. Kiválasszuk a méretvonalat, átmegyünk a feliratozásra, és a méreteket szépen föl fogjuk venni. Az egyik ugye az, hogy 112. Sajnos itt a fóriánál rosszat állítottam be, ezt gyorsan ki fogjuk javítani. Ez előfordul, amikor gyorsan készítünk fóriákat, ez legyen az automatikus, kijavítottuk, tehát ez 112, aztán, ha jól emlékszem, volt egy méretünk e pont és e pont között, ugye ez 45 volt, úgyhogy egy picit átlesek, hogy ugyanúgy nézen ki a rajzunk, mint a kiindulási ábránál volt, tehát itt látszik, hogy 42 van, én 45-tel szerkesztettem ki, rosszul emlékeztem rá, elnézést kérek. Tehát ez megvan, a 112 megvan, föl kell vennem még a 20-20-at, a 15 egység eltolást a belső furatoknál, lekerekítést és a furatok átmérőjét. Oké, csináljuk, akkor egyik és másik távolság egyszer itt, egyszer pedig itt, jöjjön a lekerekítés, sugár, rá klikkelünk, legyen R2, aztán átmérő, megadjuk, látszik, hogy megvan az átmérőjel és a 10 egység, klikkeljünk rá a szövegre, ugyanis hozzá szeretnénk fűzni szöveget. Ki van jelölve az átmérő meg a 10? Nyomjuk meg a bal nyíl irányt, és írjuk be azt, hogy 3 darab. Szóköz. Oké, tehát ezt is elkészítettük. Nincsen más hátra, mint a távolságot kell még beméreteznünk. Ami 15 egység, hogy szépen azonos távolsággal legyenek a nyíl végződések, egy kis szerkesztéssel ezt könnyen tudjuk
igazítani, egy segédkört veszek föl, ezt meccésbe hozom ezzel a nyílfejjel, és utána ezt a méret vonalat ehhez igazítom, majd kitöldöm ezt a segédkört, és még ugye, hogy ne takarja ki a méret vonalnak a feliratozó szára, ezért ezt eltolom, hogy szebb képet kapjak, távolra elmegyek, és látható, hogy elkészültünk a rajzunkkal, ugyancsak sok parancsot, szerkesztő, módosító parancsot tekintettünk át, használtuk a tájrasztert és a tájraszter követést. Azt gondolom, hogy ez a példa is nagyszerű kiindulási rajzfeladat a kezdő szerkesztők számára. Remélem, hogy ezzel a videóval tudtam nekik segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet!